Háromnapos kis állatkiállítás volt február 23-a és 25-e között Csíkszeredában. A szakszervezetek művelődési házában zajló eseményt a Hobbi Kisállattenyésztők Egyesülete szervezte. Az Egyesület 2000-ben alakult. Összeállításunk a kiállítás első napján készült. Most már 24. kiállításunk ez alkalommal. Amint észrevettük, évről évre nagyobb az érdeklődés. Úgy a gyerekek, mint a felnőttek hozzászoktak már a kiállítás. Már várják, hogy legyen, mikor lesz egy kiállítás. Hogy kezdődött, vagy mi adta az ötletet egyáltalán, hogy megalapítsák ezt az egyesületet? Hát voltunk, vagy heten, akiknek volt ilyen fajállatunk, a fajállat, galamb, nyúl, tyúk, és mind gondolkoztunk, hol lehetne egy valami kiállítást, egy iskola csarnok, vagy valahol. Aztán a régi kultúrházban, az előtéren, ott vagy 8-an összegyűltünk, csináltunk egy olyan kisebb kiállítást, ott vagy 60-70 állat, és úgy kezdődött el. Akkor még nem volt beírva az Egyesület, csak úgy magunknak. Jelenleg hány tenyésztő tartozik az Egyesülethez? Vagyunk vagy 65-en az Egyesületben, 51-en kiállítottak belül. Itt most ezen a kiállításon hány állat látható? 500 körül. Van nyúlak, tyúkok, galambok, és páva, kacsa. 500 körül van. Ön mikor kezdett állatokat tartani, hobbi állatokat? Ja. Hát gyerekkorom óta. Ez egy ilyen fertőző betegség volt nekem. Befertőztek az ismerősök, és azután nem tudtam abba hagyni. Mi az, amit tenyészt? Tyúk, nyúl, galamb, páva, minden, egy szó. Milyen fajtájuk? Maradjunk most először a tyúkoknál, milyen fajtát? Brakma, nőremsír, porcelánszuszex, Plymouth. Minden állat előtt van egy tábla, egy ilyen bírói lap, úgymond. És persze mindenki kap egy minősítést. Milyen gyakran bíráltatják le az állatokat, illetve mekkora jelentősége ennek a minősítésnek? Minden egyes kiállításkor lebírálódnak az állatok. Ahány, ha például most vinnők Brassóba, ott is lebírálják. Úgy minden egyes kiállításkor külön bírálják. Itt 10 bíró volt, megnéztek mindent, és egy felmérettetés volt nekünk, hogy milyen állatokat tartunk, hogy tudjuk, hogy minőséget, ez nekünk is egy jó dolog. Mi az, amit főképpen néznek, vagy mi számít hibapontnak? Hát megvannak a kritériumok, beszéljünk a nyulakról. Nyulaknál a szőrminőség, akkor a fejállás, a testalkat, megvan a standard, és a standard szerint bírálnak ők. És ugyanúgy galamboknál, szárnyasok nem mindennél, standard, német standard szerint megy. A két szinten nyulakat, tyúkokat, galambokat, pávákat, kacsákat, pulykákat is megtekinthetett az odalátogató. A kiállítás megelőző napon egy bírói testület minősítette az állatokat. Ez alapján derült ki, hogy kié lesz a bajnoki cím. Úgy döntöttünk itt az Egyesületben, hogy 6 állat után adunk egy bajnoki címet. De ha van 50, akkor itt csak 2-t adunk. 12 után adunk 2 bajnoki címet, de 50 van, akkor itt csak 2 kaphat, mert olyan, mint a sportban. Van első és második, nem számít hányan indulnak, ez ennyi jár. Gondolom, egy egészséges versengés azért van a tenyésztők között. Így van, persze, és ami jó, hogy nincs veszekedés. Nincs veszekedés egymás közt. Összefogunk.
Merre el lehet képzelni? Ennyi ketrecet, asztalt, mindent hordani. Mindenki odaáll, és megy a munka. Mekkora szervezést igényelt ennek a kiállításnak a létrejötte? Hát bizony egy jó hét. Már a szervezés, mert meg kell csinálni a katalógusokat, meghívókat. Szerencsénk volt, hogy a megyei tanács mellünk állott, és a nyomtatást azt elintézte. És hálás köszönet a szponzoroknak, hogy segítettek, mert azért mi ebből a pár lejből, a beliptibidőből nem tudnak megcsinálni. Hát el lehet képzelni, bírók jönnek például Jásból, vagy Nagybányáról, vagy honnan, legalább az üzemanyagot fizetni kell nekik. Sokba kerül. Még egy szállás is kell. Ha már bírókról lesz egy szó, mi kell ahhoz, hogy valaki bírói minősítést nyerjen? Jaj, van egy ilyen tanfolyam, amit elvégzi, és azután több bíró előtt levizsgázik. És ahogy levizsgázott, ő abból még nem lesz bíró, hanem kell egy bíró mellé menjen, több egyesületnél bíráljon. Amikor elvégzett egy bizonyos, mondjuk én 6-7 bírálatot egy főbíró mellett, azután akkor lehet az a bíró, melyik mellett van, az megállapítja. Na igen, és ez most már tényleg képes erre. Az önök egyesületében van olyan, aki elvégezte ezt a tanfolyamot? Vagyunk egy páran. Hát van két, nem, van egy tyúkbíró, akkor egy segédbíró, nyúlbírók vagyunk hárman. Milyen terveik vannak a jövőt illetően? Fejleszteni, még nagyobb kiállítást szeretnénk csinálni, minél tovább, ha bírja zsebünk. Több mint 50 évvel ezelőtt két közönséges galambbal kezdte a tenyésztést. Ma már több mint 150 galambot tenyészt. Erős Gáspárral beszélgettünk. Ez onnan indul ugye magától, az, hogy senki nem kezdi el, hanem voltak a jó tanáraim, mármint galambászokról beszélek, hogy a Szabó Józsi bácsi, hát nyugodjék, szegény, már rég elhalt. És a társai, hát ott egy jó pár, akik úgy lassan-lassan belevittek, de ez jó magától. Én azt tudom mondani bárkinek, hogy ez nem olyan, hogy örököljük, vagy megtanuljuk. Ez úgy magától jön az állat szeretet. Aztán, hogy meddig tart, az ugye nincs időhez kötve. Akkor, amikor elkezdte, akkor hány galambja volt, és hol tart most, illetve fajtákról, hogyha beszél külön? Hát ugye a kezdés az mindig nehéz. Mert a gyermekkorban, hogyha a szülő, na hála jó Istennek, engem megáldott a sors azzal, hogy a szüleim mellém álltak. Hát én elkezdtem, de azért a legelső két galambom, az közönséges paraszt galamb, a parlagi galamb. Akkor ugye már ott a szomszédság is mondta, hogy ha már tartasz, akkor miért nem tartasz fajt. De hát akkor nem úgy volt, hogy hamar elmész. Most a lehetőségek teljesen másak, de akkor úgy mindenét jól meg kellett. De hát vakációban dolgoztam, ugye ott a kollektívén segítkeztem ezzel-azzal, akkor már lett egy kicsi pénzem, lett ugye kicsi gabona, és akkor már tudtam fajgalambot venni. Hát a legelső galambja, amikkel kezdtem, az valamikor mi úgy neveztük, hogy komáromi bukó, ami aztán kiderült évek hosszú során, hogy végül is a komáromi az egy faj, a székesfehérvári az egy másik faj, nagyon hasonlóak, de azért különböző fajok. Aztán azokkal kezdtem meg a székesfehérváriba, pergővel, ugye perzsa pergő, galaci forgó, ezek, ami mai napig vannak. És most hány galambot tenyészt, illetve milyen fajtákat? Hát 7 fajta van. Ugye vannak a pávák, különböző pajzsos páva, színes páva. Akkor hát végül is az egész egy családból származik, de vannak különböző kategóriák. Ugye a régi fajta, a közép vagy az új, ami ugyanonnan indul, csak ugye kitenyésztés során másképp lettek. Ugyanúgy a galaci forgó megmaradt, a szatinetták, budapesti tükresszárnyúak, akkor székesfehérvári. Hát olyan 160 darab most is van. Több mint 5 évtizede foglalkozik tenyésztéssel. Mennyit változott ez alatt a tenyésztés, egyáltalán a fajta kialakulás? Biztos, hogy alakultak új fajták is. Nagyon sokat.
Ugye, hogyha visszaugrunk, ugye 70-es évekre, 71-ben, amikor a Péterfi könyv megjelent, ott már nagyon részletesen leírta a fajtákat, ugye romániai szintén, de már nagyon-nagyon oda is figyelt, nagyon hihetetlen szakember volt, de hát azóta nagyon sokat változtak. Olyan értelemben például az erdélyi bukóról beszélünk, akkor volt egy standard típus annak a galamnak, hogy 13 mm volt a csőrhosszúsága, gyönyörű szem, ugye szemhéj, minden. Most teljesen visszafelé ment. Ugye a tenyésztés során nem azért, hogy ő saját magától elromlott, hanem a tenyésztők akarták, hogy minél rövidebb legyen a csőr, minél szebb legyen a galom, esztétikusabb legyen, ugye szintől függetlenül, de ugyanakkor ráment arra, hogy a galom már nem neve. Egyszerűen nincs hogy. Annyira rövid a csőr hosszúság, hogy nem tud nevelni, nincs. Akkor ezért kell a dajka galom, úgyhogy tartok, mondjuk aki tart, tartő 30-40 darab erdélyi bukód, de ugyanúgy ugyanannyi dajkát is mellette. Posta vagy egy hosszabb csőrű galamb, ami könnyebben tud, ugye azt jelenti, hogy hosszabb a csőr, és a fióka be tud nyúlni, hogy megetesse. Hát ez. Mennyire költséges ez a tenyésztés? Na, erről ne veszi. Hát ez szó szerint ugye a hobbi, nekünk az egyesületnek is ez a neve, hát ezért adtuk azt, hogy a hobbi az drága. Aztán ki mennyit tud megengedni magának, az függő. Függő, de én mindig azt mondtam, hogy ha ma, most ugye nem térnék, vagy nem támadnék én senkit, hogy italozik, vagy szivarazik, én egyiket se csinálom. És akkor van örök jó, egy plusz, amit ugye úgy számítom, hogy na arra vennék gabonát, vagy költséges. Költséges, mert nem csak egy típus, ugye búza, árpa, kukorica, napraforgó, dara, vegyes magok, főleg etetéskor, amikor kicsi fiókák vannak, akkor nagyon sok kompozíciót kell összerakni, hogy tudja megtömni azt a fiókát, hogy persze jó fejlődje, szép példán legyen vele. Na, de maradjunk úgy, hogy mindenki megoldja azért. Akármilyen szegénység, ahogy szoktuk mondani, de a hobbira azért áldozunk. Itt a csíkszeredai az mondjuk úgymond könnyű, mert helyben van, de szokott-e másfele elmenni kiállítás állatokkal? Persze, mindig mindenütt, ahol egyszer lehetőségünk van, hála jó Istennek, ugye van autó. Na, és akkor így összetársolunk, mindig úgy csináljuk, hogy négyen-ötön megyünk, akkor ugye egy nagyobb az autó, most mondjam azt, azt jól megrakjuk. Hát elmenjünk Lúdásra, Bukarestbe, szóval szó szerint ott, hol kiállításra megjelenünk. Na, van helyzet, amikor nem, de azért nagy részt igen. Gondolom, hogy azért vannak sikerélmények is. Persze, az magától jön, mert azért tartunk szép példányt, hogy legyen eredményes. Mert már csak azért tartani galambot, én most ugye ebben a pillanatban csak arról beszélek, azért tartani, hogy legyen, akkor nem éri meg. Így se tudunk mi hasznot, mert ez minden téren, ezt tudja meg mindenki, ahogy szoktam én mondani, hogy a galambó pénz sose lesz adni, igen, de venni azt. Szóval ugye veszel, de hogy tőled vegyenek, az nehéz. Ugye még a nyúlnál más, a tyúknál más, ott van egy tojás, a nyúlnál van egy hús, most ugye a galamboknál mi történik? Semmi. Ha véglegekig kitartasz, azért már szeretett, azon kívül. Na, de azért tudunk eladni, tudunk cserélni, meg tudjuk oldani. Minősítések közül gondolom az ön galambja is vannak bajnokok közülük. Hát, most itt minden fajból lett egy bajnokom. Szóval több lett pontozattal, de így egyeztünk a kiállítás előtt, hogy miért adjunk ugye annyi kupát, tiszta fölösleges. Hát akkor minden fajból kijöv egy kampion, szóval a bíró kihoz egy kampion, de mellette ugyanazzal a pontozással még lehetne kettő, de ki kap egy kupát, és a diplomapászasz fajonként. Milyen tervei vannak a jövőt illetően? Most én mondjam azt, hogy ebben a korban a terv az úgy van, hogy ki tudja, hónap leszek-e. De a terv az maradt. Amíg élek, most idézném a ugye jó öreg Józsi bácsit, nyugodjék, hogy ő mindig azt mondta, hogy jövőben is, ha nem több, de kettő lesz. Na hát, ezt én, ugyanúgy én is ezt tudom mondani, hogy amíg egészségem van, addig ezt az állatot fogom tartani, szóval rossz kifejezés, galom. Igen, de hát ugyanúgy vannak kutyáim, nyúlaim, családom, szeretem mindenféleképpen, ugyanúgy a család is nagyon-nagyon mellettem van ahhoz, hogy ezt én tudjam, ha akár hobbi szinten is űzni. Több mint 10 éve egyesületi tag. Nyulakat, tyúkokat, galambokat tenyészt.
Gyűjtő Andrást az elhozott galambfajtákról kérdeztük. Többféle van, vannak ezek a texánok, kínai sirálykák, kapusznisok, hát többfélit hoztam az érdekességé. Itt, ami mellettünk van, amit mindjárt megnézünk, az milyen? Ezek a texán fajták, amit meg is tudok mutatni esetleg önöknek egyet. Ezeket a húsikét tenyésztették ki. Magyarországon most is nagyba tenyésztik, sőt, vannak egyesületek, amelyek direkt. Ezek egy kiló ötdikáig fejnőnek. Nem a húsiké, a szépségikét, de hát nagyon szép csendes galambok. És ezért vannak. Itt meg a kínai sirálykák, ezeket a kínaiok találtak ki, ezek is dísznek vannak, ezek is a zájmek, a többiek ott elébb-elébb vannak, több részben berakva. Mi a jellegzetessége ezeknek a kínaiaknak? Hát nagyon összetett galambok, ugye, mivel Kínáról van szó, ők mindent ki tudnak találni, hát látni, hogy nagyon-nagyon bonyolult galambok, májrózsa, ugye füliknél, galéra, lábiknál, pancérát, nagyon összetett galambok. Én úgy szépnek találtam őket, ha ma a díszgalambok, és akkor azért esett a választás ezekre, hogy ezeket tenyésztem. Honnan sikerült beszerezni őket? Hát Magyarországról járunk ki Monóra, piacokra, és akkor ugye mondok, kollégák, járunk Bukarestbe, Brassóba, ide-oda kiállításokra, és akkor cserélünk, veszünk, mikor hogy tudjuk beszerezni. Most már inkább a cserélünk, már nem igen vannak fiatalok, akik szeretnék ezt folytatni, vagy vásároljanak. Mi is inkább cserélünk, és így tudjuk beszerezni őket, hogy tovább tudjuk tenyészteni. Egy-egy galambfajta esetében lehet azt mondani, hogy szerelem első látásra? Hát igen, pásza. Hát ez igen. Van olyan, hogy az embernek úgy megesik, hogy tart 10 félit, vagy 15 félit, de ugyanaz a pár az nagyon az embernek a szívézne, vagy nagyon szereti, és inkább ott azt tenyészti. Mert itt is vannak olyanok, hogy pláne ezeket a nagyokat kisebbekkel, ugyanúgy bábokkal. Megtojossuk, átorrakjuk egy másik parral, hogy így tudjuk szaporítani jobban, hogy több legyen belőle. Mivel nehezek, nagyok, könnyen összeterik a tojásokat, és akkor így átorrakjuk a másokkal, hogy hamarabb tudjuk szaporítani, több legyen belőle. Itt ezen a kiállításon is több fajtát hozott. Mi az, amit szeret bennük mondjuk, hiszen nagyon különbözőek? Nagyon különbözőek, igen. Hát az egész akkor szép, amikor van vetétás, akivel versenyezel, hogy lássad, hogy a te idén mit ér. Melyiket érdemes, melyik darabot szabad tenyészteni, már itt is látszik, önök is megnézik, hogy itt ez egy bajnok galomb, esetleg ez egy picivel kevesebbet kapott, és akkor inkább ott azt tenyészük tovább, mert ma tudjuk, hogy a bíró megnézte, akkor az tovább azt kell tenyészteni. Szóval azt érdemes tenyészteni ahhoz, hogy még tovább tudjuk menni kiállításokra. Máshova, hova szokott menni kiállításokra? Fogarasra szokunk járni, Brassóba szokunk járni, Bukarestbe szokunk járni, és akkor itt a melyiket. Attól függ, hogy milyen időként vannak, ugye, mert az állatokat is megviselje a hordozás. Ugye van nagyok az útok, haza, hidegből, melegből, hidegből, és akkor kicsit megviselők. Ha máshova mennek el, ott általában milyen a fogadtatás? Nagyon, semmi bajunk nincsen. Nagyon összetartunk, ugye ismárjuk is egymást, ugye sokat járunk, semmi baj nincs. Ügyelünk az állatokra, az övékére, és ide hozzak, melyikekre is ügyelnek, hogy semmi baj nincsen. Nagyon szép. Akar Bukarestbe, akar. Mennyi törődést, mennyi odafigyelést igényel? Nagyon sok van, mert én tányész vagyok, de egyszer a tányékkal annyi baj nincs, mint ezekkel. Ótani kell őket, tisztán kell tartani. Sok baj van velük. Oltások milyen gyakran? Hát ezt évente minimum egyszer kell, mikor vetkeznek akkor, hogy ne kapjanak a betegségeket. És ugye még gyógyszereket már itt a kiállításon is, no. Úgyhogy az annak, mint az ember, hogy akar, amikor elkapassak. És ugye még picikék, no, könnyebben betegednek. Kiállításokra általában hány éves korukig lehet vinni őket? Hát 5 éve. Minden 5 évben a gyűrű színe ugyanaz lesz, 5 évenként. És akkor 5 éves korúton ma nem lát. Minden évben megvásároljuk, Lajos bácsi vészerelekünk a gyűrűköt a társulatnak, és minden évnek megvan a színe, a gyűrű színek. És 5 évig lát. A színen kívül, vagy az évjáraton kívül a gyűrű mást is jelöl? Hát igen, hogy hova tartozunk, a federáció, csak az évszámot. Az évszámot. És külön sorozott szám van a galamboknak, amivel Lajos bácsi vagy a társulatunk át tud számolni, hogy igenis létezik, hogy mivel menjünk kiállítani. Úgyhogy ez nagyon fontos. Milyen jövőbeni tervei vannak?
Hát amíg bírom, ezt csinálom, hát az olyan, mint a szivaros embernek, a szivor, vagy aki iszik az itol, ami azt tett kaptuk, azt a betegséget, azt csinálgassuk. Na. No, jövedelem nincs benne, de nem is a jövedelem, hanem az ember megnyugszik. Dolgozik velük, megnyugszik, nézőket, szeretgetik, ennikot. Annyi. Csinálgassuk, amíg tudjuk. Most jelenleg hány galambot tenyészt? Nem is tudom, elmondjam, mert 120-130 darab van. Sok gabonok ennek, és az a baj, hogy na most egyre ugye a gabonák is kicsit úgy veszeredettek, és nagyon rossz vészre azt a minőséget ilyen falusi emberektől, amelyek nem sokat permeteznek, mert nem igen hiszi el senki, de ez a kicsi állatot nagyon megviszi a gabona. Ha nem jó minőségű, megdögölnek. Na, hogy nagyon sokat oda kell figyelni rá. És kavárni a gabonát 3-4 féléből, mint itt is látszik, hogy lösz bacsék, megkavárték 3-4 féle tokormannak is. Így. De reméljük, hogy még bírjuk, csináljuk. A kisállatkiállításon egy újfajta kialakításának jelenlegi állapotát is megnézhették az odalátogatók. Az első alkalommal mutattuk be a Csíkszeredában a Székely Viador projektünknek az eddigi gyümölcseit. Most már 7-8 éve dolgozunk ezen a fajtán, és az idén éreztük úgy, hogy már is mutathatjuk már őket. Még nincsenek készen, még nem bíráltuk le őket, de már kezdtük szoktatni a kiállításhoz őket, meg a kiállítást látogató személyeket is a látványukhoz. A fajtának az egyik fő jellemzője, ami ugye elsőre is feltűnik, a kopasznyak, ami az erdély kopasznyaka előtti tisztelgésből fakad igazából, meg személyes preferencia is volt. Ezen kívül az úgynevezett dudortaréj, ami fagyásálló, meg adja ezt a szigorú viadoros fejet a fajtának. Továbbá ugye a kékes szín, ami a dísztollaknál sárgába folyik át, ami a székely zászló színeire haj, az nyilván nem ugyanaz, de amennyire tyúkoknál ezt meg lehet közelíteni, annyira megközelítettük. Ezen kívül lábtolluk van, meg sárga bőrük, igazából ezek a legfontosabbak. Majd idővel szeretnénk egy kis bóbitát is a kakasnak most pont nincs, de a tyúkoknak van bóbitájuk is. És nagyjából ennyi lenne. Tehát ez a példány már egészen közel van az ideálishoz. Mennyi idő alatt sikerült ezt kialakítani, vagy honnan indult egyáltalán ez a projekt? Igazából erdélyi kopasznyakúból indultunk ki, az volt az alap. Ez körülbelül 9 évvel ezelőtt történt, amikor kifogtam erdélyi kopasznyakút tenyészteni. Majd azt kereszteztem brahmával, orloffal, malájharcossal és még sok más fajtával, úgyhogy igazából még 8 éve dolgozunk körülbelül, és még jó pár év benne van, mire elérjük a végső célt. Mekkora csapat, aki ezen dolgozik? Pillanatnyilag 5-6 személy sajnos, ezért is megy lassan a munka, mert nagyon hamar zárul a kör, és a rokon tenyésztés miatt nehézkesen haladunk, de bízom benne, hogy most a kiállítás hatására többen leszünk majd. Őket hogy sikerült meggyőzni, hogy egyáltalán belefogjanak ebbe a projektbe? Szerencsére a székely nyúlas csapatomból nagyon sokan bíznak már bennem az ötleteimben, és így bevállalták ezt is a eleinte a kedvemért, szerintem aztán idővel meg is kedvelték ezt a típust, fajta kezdeményezést, és most már teljesen lelkesen dolgoznak. Említette, hogy még nincs kész ez a fajta. Mikorra várható az, hogy ez teljesen kész lesz? Hát én úgy gondolom, hogy körülbelül 2-3 év múlva lesznek már a standardnak tökéletesen megfelelő egyedek, de ugye a kiállításban meg a egyáltalán az állattenyésztésben az a szép, hogy sose érünk a végére, mindig lehet még jobbat, még szebbet, még nagyobbat, úgyhogy ez egy folyamatos munka, de én bízom benne, hogy 2-3 éven belül már lebírálható állományaink lesznek. Hogyha súlyról beszélünk, akkor mi a cél ennél a fajtánál? Mindenképp nagy testű fajtában gondolkodtunk, kakasoknál ez 4-5 kg-ot jelent, tyúkoknál körülbelül 3 kg-ot. És viszont amit fontos elmondani, hogy ez elsősorban egy díszállat lesz, tehát aki azért tartaná, hogy sok tojása legyen, meg gyorsan növekvő csirke, az valószínűleg nem ezt kell válassza. Ez is nagyra nő, meg tojni is fog nyilván, de nem egy intenzív termelőfajta, hanem inkább egy küllemre szelektált fajta lesz. Itt ezen a kiállításon, itt van a székely nyúl, ami már egy befejezett és sikeres projekt. Így van, az első alkalom, hogy 70 darab fölé jutottunk a székely nyúllal egy kiállításon. Én úgy gondolom, hogy a meghívott bírók is meglepődtek, hogy mennyit fejlődött a fajta az elmúlt években úgy létszámban, mint minőségben. Mind a 4 színváltozatból sikerült több mint 10-10 példányt bemutatni, úgyhogy én úgy gondolom, ez egy sikeres kiállítás volt a székely nyúlak szempontjából is. Ezelőtt néhány évvel volt egy ilyen kezdeményezés, hogy ez több országban el kéne ismertetni a fajtát. Ez hol áll most?
jelenleg Magyarországon és Romániában van elismerve, de Szlovákiában, felvidéken is vannak tenyésztőink, akik lelkesen dolgoznak, és bízom benne, hogy egy-két éven belül ott is el lesz ismerve. Valamint Európa kiállításra is nagy erőkkel készülünk, sajnos az idei Európa kiállítást épp a múlt héten fújták le, de remélem, hogy valamelyik más országban megszervezi, és akkor ott is szeretnénk mind a négy színváltozatot bemutatni a Székelynyúlból. Az, hogy mondjuk egy ország elismerje ezt a fajtát, ahhoz minek kell eleget tenni? Elsősorban kellő létszámban kell legyen, kellő tenyésztő kell legyen, és ezen kívül a kiállításonként minimum, ha jól tudom, 20 példányt kell bemutatni, amik 94-95 pont fölötti bírálatot kell kapjanak. Akkor térjünk rá egy picit a bírálatra is, hogy mihez képest 94-95 pont? Igen, tehát ugye a maximális a bírói lapon a 100 pont, de gyakorlatilag 100 pontos nyúl nincs. Viszont 7 kritérium alapján lebírálják a bírók, kritériumunként 15 vagy 20 pont adható, ebből vonnak le a hibák alapján, és körülbelül 92-93 pontnál kezdődik az a nyúl, ami már akár jónak is minősíthető, de a bajnok esélyesek 96-97 pont körül szoktak lenni. Minden kiáltáson vannak 96-97 pontos nyúlaink, csak nyilván vannak kevésbé jók is, és egy mondjuk egy Magyarország vagy Szlovák kiállításon úgy tudom, hogy az kitét, hogy ne legyen 94 pont alatti nyúlva. Tehát a kiállított mezőny egységesen jó kell legyen, nem megengedett egy-egy kakukk tojás, ami lehúzza úgymond az átlagot. Szlovákiára értettem ezt, hogy mikor lesz. Szlovákiában ott is vannak, már volt a tavasz, tavaly ősszel volt kiállításuk, ami már volt 96 pontos nyúl is. Cél az, hogy minél több legyen, mert jelenleg két tenyésztő állított ki, majd ha lesznek 4-5-en, 20 nyúlnál több, és jó minőség, akkor várhatjuk, hogy majd az ottani standardba is beveszik őket. Egy fiatal nyúlbíróval is találkoztunk a háromnapos kiállításon. A Román Federáción keresztül ők minden két évben, három évben megtartanak, és akkor az új fiatal nyúlbírókat, már fiatalokat, akik bírók szeretnének lenni, azokat kiformálják. Egy ilyen kurzuson keresztül, nem online, mindig személyesen szokták ezt megcsinálni, és azután a többi az egész sok idő, tapasztalat és sok kiállítás, ahol rengeteg nyulat és mindig különböző defektekkel, hibákkal és ilyen kvalitásokkal, amit látunk náluk, így tanul meg az ember jobb és jobb, tapasztaltabb bíró lenni. Mi az, ami vonzotta egyáltalán, hogy ezt a kurzust elvégezze? Hát mivel nyúltenésztő vagyok, én is valamikor ott a sok székely nyulam volt például, ez hozott rá, hogy minél mélyebben és mélyebben tudjuk látni, és lássuk azokat a kritériumokat az állatoknál, ami szép, és amit olyan kitűnőnek tudjuk bemutatni majd a többieknek is, akiknek a nyuszi csak egy nyuszi. Mennyi idő az, ameddig mondjuk egy-egy fajtát elsajátít? Nyilván a jó oldalával is, és hogy miket kell nézni, milyen hibákat kell nézni. Minden bíró, mondhatom úgy, hogy másképp látja a hibákat. Mindenkinek van egy modellje a nyúlba, és az elvárása is más. A fejforma, a testforma, a szőrzet, az alak, egyszerűen lábak, minden, amit valahogy úgy, nem tudom, én ránézek a nyúlra, és én ezt várom tőle. Nagyobb fejet, vagy simább szőrzetet, vagy a teste olyan erősebb legyen. Én ezeket nézem. Nálam ezek a fontosak is. És a fület azt kifelejtettem, persze az nagyon fontos. Én ezeket nézem, és így ezen keresztül tudom pontolni őket, hogy mikor, milyen, persze ponton keresztül minél többet kapnak, annál értékesebb az állat. Tenyésztőként könnyebb vagy nehezebb egy bizonyos fajtát bírálni? Most beszéljünk a székelynyúlról. A székelynyúl, mivel tenyészted a fajt, akkor annál könnyebb, mert tudod, olyan mélyebben
látod is, és mivel mellettük van egész nap, én azt mondom, hogy könnyebben tudok egy székely nyulat bírálni, mint egy bécsi kéket például, ami például nem tenyésztettem soha. De tudom, hogy minden és minden karakterisztikájának hol vannak azok a pontok, amit mások nem látnak, és mi más szemmel látjuk, mert ez az igaz. Jelennek meg új fajták időnként? Igen, mindig inkább, én inkább azt mondom, hogy színfajták jelennek meg az színbe, de hébe-hóba megjelennek, igen. Hát már a székely nyúlban is négy színváltozat van, és örülünk mind a négynek. A földszinten különböző nyúlfajtákat tekintettek meg az érdeklődők. A kiállításon közel 500 állat volt. 2025-ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a Csíkszeredai Hobbi Kisállattenyésztők Egyesülete. Évfordulójukat nagyobb szabású rendezvény sorozattal szeretnék megünnepelni, jelentette ki Acél Lajos, az Egyesület elnöke. Köszönjük figyelmüket!